Megkezdődik a férfi kézilabda NB1 alapszakaszának második köre, azaz indulnak a visszavágók. A férfi kézilabda NB1-ben másfél hét után újra pályára lép az újonc Etószese. Maggi Serra legénysége legutóbb a Pler vendégeként szenvedett 28-24-es vereséget. Most szerdán sem lesz könnyebb dolguk Halászéknak, sőt, ezúttal a Plernél sokkal nagyobb falatnak ígérkező Csurgói KK látogat Győrbe. Imre Vilmos együttese harmadik a tabellán, és csak a két nagytól, a Szegedtől és a Veszprémtől szenvedett vereséget. Ráadásul tavalyi bronzérmének köszönhetően jelenleg is az EHF kupában vitézkedik, ahol a hétvégén a török Besiktas ellen beverekedte magát a legjobb 16 közé. Az Etószese Csurgói vendégjátékán is hazai győzelem született. A harmadik fordulóban 27-23-ra győztek a hazaiak. Ugyanakkor az újoncnak sikerült már elkapni a hazai pályán a Füredet is 27-25-re. Miért ne sikerülhetne ezúttal is a bravúr? A zöldfehérek jelen pillanatban az alsóházban tanyáznak. Motáig 10 pontjukkal a hetedikek, 5 egységgel lemaradva a Gyöngyös mögött. Egy bravúrral közelebb léphetnének az első hathoz. Igaz, nem lesz könnyű dolguk, mert ebben az évben a Csurgón kívül a Tatabányával és a Szeged de játszanak még, vagyis három pokolian nehéz bajnoki vár a győriekre.